láttál már gólyát? Igen. Azt tudod, hogy el szoktak repülni Afrikába? Igen. Miért repülnek el szerinted Afrikába? Mert hideg van itt. Nagyon ügyes vagy. És ott meleg van? Igen. És honnan tudják, hogy mikor kell visszajönni? Mikor meleg van. De honnan tudják, hogy itt mikor van meleg? Hogy én mondom nekik. Tényleg? De szólsz nekik? Igen. Hogyan? Adófevővel. Itt a kezembe az adófevő. Hallottál már ilyet, hogy környezetvédelem? Igen. Mit jelent ez? Az, hogyha az emberek eldobálják a szemetet, a jó emberek összeszedik. Ez a környezetvédelem? Igen. És a fiúk miért borotválják meg magukat? Talán azért, mert ha nincsen valahol tükör, és elmennek valahova, és nincsen náluk borotva, akkor lehet, hogy úgy megnő, hogy már azt nem tudjuk elviselni, és akkor leborotválják. Ja, értem. Mert van ilyen, hogy nem lehet elviselni? Mikor? Talán akkor, ha valakinek úgy megnő, akkor lehet, hogy már azt nem bírják a lányok, és akkor le kell neki vágatni. Mit jelenthet az, hogy valaki holdkóros? Talán az, hogy annyira szereti a holdakat, hogy megvizsgálja őket, hogy nem-e csapodott-e belükke meteor, vagy más kőzet. És a tehén hogy készíti a tejet, azt tudod? Igen, hogy megeszi a sok füvet, és akkor így a gyomrába így összeforgolódnak, és akkor abból lesz a tej. Mi az a környezetvédelem? Azért, mert ha valamelyik madár olyan, hogy összeszedi az ilyen kérgyeket, akkor lehet, hogy a fa nem lesz egészséges, és akkor meghal. Ez a környezetvédelem? Miért fontos, hogy az emberek elmenjenek szerinted nyaralni? Azért, mert ha nagyon nagy ott a kupi, akkor lehet, hogy nem férnek el, és ha olyan sokáig tartana, hogy összepakoljanak, akkor egy kicsit összepakolnak, és akkor elmennek nyaralni. Szerinted a természetben meg lehet gyógyulni? Hogyan? Talán úgy, hogy a tesóm, amikor mi elmegyünk valahova, akkor ő nem szeretne kimozdulni, hanem csak otthon punnyad. Tényleg? És akkor ettől ennek mi lesz a következménye? Az, hogy akkor, ha nem is akarja kinyitni az ablakot, akkor lehet, hogy nem kap majd levegőt. És ez nem jó? Miért fontos, hogy kapjunk levegőt? Azért, mert akkor tudunk lélegezni. És ez csak a természetben lehet? És azt tudod, hogy a gólyák sokszor egy lábon állnak a vízbe? Igen. Miért állnak szerinted egy lábon? Mert nem szeretik a vizet. És akkor csak az egyik lábukat rakják bele? Uh-huh. Mit szeretnek akkor a gólyák, ha a vizet nem szeretik? A felhőt. A felhőt? Meg a levegőt. És mit csinálnak a felhővel? Építenek házat.